Üdvözlünk mindenkit, és ezúttal bevezető nélkül vágunk azonnal a hírek sűrűjébe, ugyanis ősszel érkezik a Civilization Beyond Earth új kiegészítője, amely többek között 4 új játszható fajt és megújult diplomáciai rendszert ígér. A Rising Tide című expanzióban megjelenik a politikai tőke, hatalmas lebegő birodalmakat építhetünk, kolonizálhatjuk az óceánokat és új természeti erőforrásokat is bányászhatunk. A bővülő lehetőségek mellé új artifakt rendszert is kapunk, aminek a segítségével új egységeket, jellemzőket és épületeket oldhatunk fel. A 3 korábbi affinitás mellé pedig hibrid affinitások is érkeznek, melyek tovább színesítik a palettát. Bár a Ubisoft egyik főembere tavaly még úgy nyilatkozott, hogy aránytalanul nagy anyagi terhet jelent helyet követelni a VR piacon, úgy látszik azóta változhatott a szélirány, mert már arról hallani, hogy a francia kiadó a legfontosabb címeit átköltöztetni a virtuális valóságba. A cég legújabb álláspontja szerint a VR eszközök lehetőséget biztosítanak a játékosoknak arra, hogy jobban beleéljék magukat a játékok világába, ezért hamarosan több kísérleti projekt is érkezik tőlük, melyek alapján felmérhető, milyen irányba érdemes elindulniuk. Egy évvel a PC-s premier után az év végén érkezik a Divinity Original Sin felújított változata. Az Enhanced Edition az ígéretek szerint nem egyszerű átirat lesz, teljesen újra tervezik a játék kezelőfelületét, kapunk online és osztott képernyős kooperatív módot, és több végjáték is kerül az alkotásba. A Larian Studios természetesen a grafikát is botoxolja kicsit, hogy a szerepjáték a PC mellett a jelenlegi generációs konzolokon is jól mutasson. A Solarfall Games egy nyitott világú akciószerepjátékon dolgozik, amelyben egy különleges képességekkel felruházott hőssel kell talpon maradni a világ vége küszöbén. Az Umbra című játékban ugyan nem lesznek karakterosztályok, kizárólag az egymással kölcsönhatásban álló 3 erőforrásra kell figyelnünk. Azonban a készítők fejlett craftrendszert, elpusztítható környezetet és fejlett mesterséges intelligenciát ígérnek, amely rugalmasan alkalmazkodik majd minden változáshoz. Az apokaliptikus fantasy világban játszódó alkotás a CryEngine legfrissebb verzióját fogja használni. Közeleg a The Bard's Tale sorozat 30. évfordulója, a játékokat fejlesztő Inkzél Entertainment pedig okosan időzítve éppen a jubileum napján szeretné elindítani a széria 4. részének közösségi gyűjtését. A The Bard's Tale 4-ben a tervek szerint visszatérnek a labirintusszerű kazamaták, csavaros fejtörők és teleportálózónák. A perspektíva belső nézetes lesz, a játékot pedig az Unreal Engine 4. változata fogja meghajtani. A szeptemberben megjelenő új NHL epizód a jelek szerint komolyan rágyúr a szóló élményre. A rajongók megkapják az eSports Hockey League-et, a 6v6-os online csapatjátékot és a lokális kooperatív módot. Természetesen belekóstolhatunk a profik életébe, vállalhatunk edzői munkát, örülhetünk a történetvezérelt kommentároknak, online karrierünk elején igénybe vehetjük egy virtuális mentor segítségét, a szezonális kupákban offline is részt vehetünk, játékosaink teljesítményét személyes edzésprogrammal befolyásolhatjuk, és a korcsolyázási modell is részletesebb lesz. Az NHL 16 kizárólag Xbox One-ra és PlayStation 4-re érkezik, azonban az előző generációs dobozokra elkészítik az NHL Legacy című játékot, amely a sorozat 9 éves történetének legnépszerűbb játékmódjait és funkcióit tartalmazza majd. A Gaijin Entertainment egy posztapokaliptikus világban játszódó, csoport alapú online autós akciójátékon dolgozik, amely első pillantásra olyan, mintha a Motostorm és a Mad Max keresztezéséből született volna. A free-to-play modellt favorizáló crossout pörgő-zúzós akciót ígér, a jármű építés során teljesen szabad kezet kapunk, ezért egyedi építésű és felszereltségű járművek várhatóak, amelyeket a megszerzett kreditek segítségével fejleszthetünk tovább, ami kihat majd a játékmenetre is. Újabb részletek derültek ki a Battlefield Hardline első kiegészítőjéről, a Criminal Activity-ről, amely 4 multis térképet és egy rakás érdekesnek tűnő apróságot tartalmaz. A csomagban a Backwoods, Cold Blue, The Beat és a Black Friday térképek, 2 új jármű, speciális lőszerek, néhány új fegyver, valamint a Bounty Hunter játékmód mellett 6 új karaktermaszk is lapul. A sorban következő Getaway DLC ősszel, míg a The Betrayal Pack télen várható. Talán emlékeztek még a 2000-ben szerencsétlenül járt orosz atomtenger alattjáróra, amely máig tisztázatlan körülmények között robbant fel, több mint 100 ember életét követelve. A lengyel Jujube csapata most Korx címmel készít egy túlélésre kiegyezett belső nézetű kalandjátékot az események alapján. A fejlesztők igyekeznek eddig ismeretlen oldalról bemutatni a katasztrófát, miközben néhány fontos kérdésre is választ keresnek. A játékról eddig túl sok információ nem látott napvilágot, de az már biztos, hogy a srácok PC-re és jelen generációs konzolokra
konzolokra dolgoznak. Idén két távol-keleti játék is nyugatabbra költözik, ezek közül az egyik a harcművészetekre kiegyezett Blade and Soul, amelyről nyáron derülhet ki, hogy mitől lett annyira sikeres. A másik vendég pedig a Samurai Warriors kibővített negyedik része, ami október 2-án érkezik PC-re, PlayStation 3-ra, PlayStation 4-re és PlayStation Vita-ra, ráadásul konzolon a cross-buy és cross-save lehetőségekkel kibővítve. Az alkotás 13 új fejezetet fog tartalmazni, és 4 karakter teljesen új lesz. Hosszas találgatás és néhány kószahír után végre leleplezték az új Need for Speed-et, amely a korábbi gyakorlattal ellentétben számozás és alcím nélkül érkezik. A játék első pillantásra az Underground epizódok örökösének látszik, ugyanis visszatér a nyitott világ és a nappali éjszakai versenyek. A játékot a Rivals című epizódot összerakó Ghost Games készíti, a látványért pedig a korábbi részeket is mozgató Frostbite motor felel majd. Május végén érkezett meg a Dying Light-hoz Bozak hordája, amiben egy új helyszínen a Heron Stadium területén teltünk egy kis kiruccanást. Bozak a beteg feladatokhoz új fegyvert is biztosít, így végre már harcolhatunk íjjal és nyilakkal is. Szintén május végén tovább bővült a Drive Club is újabb adag Lamborghinivel. A Lamborghini Icons csomag 4 új királyverdát csapott a játékhoz, valamint 5 új versenyt és közel egy tucat új trófeát is. A Blizzard Overwatch-ának is megcsodálhatjuk egy újabb karakterét. Dr. Angela Ziegler, becenevén Mercy, nem csak kinézetében egy angyal, hiszen szó szerint is a védelmezés a szakterülete, ugyanis a világbékért folytatott harcból gyógyítással veszi ki a részét. Az NCSoft lelőtte a Project Hunt. Minőségi problémákra hivatkozva törölte a robotos MMORPG-t a kiadó, valamint abban sem volt biztos, hogy a jelenlegi piacon megtalálná a közönségét, meg egyes alkalmazottak is csúnyán nyúltak a büdzséből. Június 19-én érkezik a MotoGP 15, és az előrendelők zsebrevághatnak 4 plusz motort, valamint 18 különleges és nosztalgikus eseményt. Ezen extra tartalmak egyébként 13 euróért később is beszerezhetőek lesznek. Július beköszöntével a Massive Chalice elbúcsúzik a Steam Early Access-től, és véglegesen megjelenik PC-n és Xbox One-on. A kicsit trónokharca utánérzésű körökreosztott stratégia 1,2 milliónyi közösségi dollárkából jöhetett létre. Társasjáték lehet a Crysisből, ha összejön a 85 ezer eurócska. A Crysis Analog Edition-nel egyszerre 80 harcolhatunk a táblán a körülbelül 90 perces menetek során. A Take-Two bevételei csökkentek a tavalyi évhez képest, de azért aggódni nem kell, főleg, hogy a digitális eladások hasítanak, a bevételek 45%-át teszik ki. A GTA 5-ből már kilapátoltak 52 millió darabot, az NBA 2K15-ből 7 milliót, az Evolve-ból körülbelül 3-at, ahogy a WWE 2K15-ből is, és a Borderlands széria már 25 milliónál tart. A kiadó ekközben bejelentette az év végén érkező NBA 2K16-t és a WWE 2K16-t is. A Sony Angliában nyitott egy újabb fejlesztő stúdiót. A Northwest Studio a jövőre bekövetkező VR boomra igyekszik majd játékokat készíteni. A Project Morpheus-ra írt játékoknál a magas képfrissítési érték és a különleges látványvilág lesz a főszempont. Május végén megérkezett a végleges verziója a Team Junkfish Monstrum című alkotásának, melyben egy hatalmas teherhajó gyomrában barangolhatunk véletlen generált terepeken, persze a túlélés kész horror. Vagy a játékműfaj a túlélő horror? Az Oculus kijelentette, hogy ő bizony nem fog senkit sem korlátozni, így ha valaki pornográf tartalmakat akar készíteni az eszközhöz, részükről rendben van. Kezdettől egy nyitott platformot álmodtak meg. Május 22-én megérkezett a The Incredible Adventures of Van Helsing harmadik és egyben trilógiát lezáró epizódja. A Neocore Games 6 új kasztot, 4 fős online kópot és 8 fős online PvP-t is készített a játékhoz. Az R8 Games tovább viszi a Wipeout szellemét a Formula Fusion-nel, ugyanis összejött a Kickstarteren a fejlesztésre kért összeg, így elkészülhet a 21 helyszínes antigravitációs versenyőrület. A GSC Game World még idén elhozza nekünk a Cossacks 3-at, ami a 2001-es Cossacks European War-on alapul. Az új játék számokban úgy alakul, hogy 5 egyjátékos kampányt kapunk 12 nemzettel, egyszer akár 10.000 egységgel a képernyőn, részletes megvalósítás mellett valósághüllő vedékfizikával. A The Evil Within The Executioner névre hallgató utolsó letölthető tartalma már megjelent, és ezúttal a Keeper nevű hatalmas boss lesz lehetőségünk irányítani FPS nézetből láncfűrésszel a kézben. Ezen felül pedig még egy arena módot is kaptunk.
Ingyenes DLC-t kapott a Cities Skyline, így már alagutakat is létrehozhatunk, valamint már faltól falig is építhetjük a házakat. A választék 50 újabb épülettel bővült a három európai stílusú térkép mellett. A jövőben is számíthatunk hasonlóan tartalmas és értékes ingyenes frissítésekre. A Konami vezérigazgatója úgy nyilatkozott, hogy a jövőben erőteljesen ráhajtanak majd a mobilos játékokra, sőt ez lesz az elsődleges platform, amire koncentrálnak, elvégre a mobil a játékipar jövője. A nagyobb címek azért megmaradnak, mint a PES és a Metal Gear, de valahogy azokat is megpróbálják majd mobilokra eljuttatni. A közösségi pénzből finanszírozott Age of Worlds Elite már elérhető Early Access verzióban. A szókamutó játékban két játékmódban tolhatunk 88-as kompetitív küzdelmeket több helyszínen is. Az Unreal Engine 4-el hajtott játékban már a felszerelésünket és a fegyvereinket is megpiszkálhatjuk. Köszönjük szépen figyelmeteket, ezúttal hírösszefoglalónknak már is a végére értünk. Sziasztok!